főnök itt egy pisztoly a zsebébe, és remélem, hogy ez csak egy pisztoly. Hölgyem, itt biztos van valami. Kérem önöket, nyugodjanak meg, kérem. Sajt 32 dandár 100 000-es visszatért, és a reptéren fogunk ma dolgozni. Reptér? Ne. Bra, választhatunk, hogy milyen bőrszínűek legyünk, az van zöld is. Hát ez még Shrekek vagyunk, vagy Hulk-o? Na, ővel akarok lenni, ő lesz sajtós dandár 100 000-es. Szia, Jackson Moore vagyok, szia Jackie, gyorsan jó, elfogadom, de nagyon-nagyon ügyes vagy. Hello zöld hajú lány, én Mary Johnson vagyok, a feléged Ivánka Tinkül van a nevén. Hát akkor te kicsit így gyanús vagy nekem, bejelölöm a rossz forrást, és Ivánka... Úristen, izzad, srácok, izzad, ő biztos, hogy áttakar egy migráns, a migráns! Áttakarnak itt szökni a határon, de még én vagyok a hadibiztos, addig itt nem lesz szökés. Úristen, egy fémdetektoros átvizsgálás következik, és itt egy pisztoly neki, meg egy ponál, nem is tudom melyik a furcsa. Jó, a pisztolyt még megértem, hogy zsebe van, de hát nem a legjobb helyen. Banán a hónaján, meg egy kubikacsa. Jaha, ez kezd furcsa lenni ez a játék, egyre lentébb és lentébb tapogatok. Főnök, itt egy pisztoly a zsebébe, és remélem, hogy ez csak egy pisztoly. Jó, itt azért már kellemesebb a helyzet, egy gumikacsa, meg egy banán. Ezt a banánt meg is eszem szerintem. Jó, izzad, de hogy baj legyen. Le is fogom tartóztatni. Mész a bőribe, öcsém, mit akarsz pisztolyjal jönni? Úristen, hát ez egy kocka, ő biztos nem hoz magával semmit. Figyeljétek már, gondoltam, még semmi sincs a zsebébe. Elindul úgy a reptére, hogy az égvilágon semmi nincsen nála. Azt szép, ez meg mi, egy fakanál? Hölgyem, itt biztos van valami. Jó, oké, kivéletes leszek, császok, kivéletes leszek, csak itt vizsgálódok, és találtam nála egy... Mi ez te, ez egy egy fogkefe. Egy fogkefe van a zsebébe, hát azért nem fogom megbüntetni, nyugi főnök, de azért ne a szoknyája alatt tartsa, létszi máskor. Jaj, ne, kihallgatás, hát miért vagyok itt? Volt egy fegyó nálad, vagy azért, mert fura vagy? Hát van egy fegyó nálad, igen, és ő most hazudni fog nekünk, nyugi, a csak egy szuvenyír. Milyen szuvenyír? Hát te hogy járt, hogy határon áthozta egy pisztoly? Ez igazi és illegális. Srácok, akkor is nem fogunk megtörni, de nagyon sokan fizet. Nem érte? Nem érdekel. Mit rage-elsz? Ott repül a börtön neked. Jó napot, én Barbara Mitchell vagyok, és 47 éves fiatal vagyok. Igen, Barbara, ez a 47 éves fiatal már kicsikét feldítette, hogy most mondtad, de semmi baj. Szia, én beszélek az állatokhoz, és én Betty Humper vagyok, és 38. Hát furcsa, de jó, annyira nem érdekel, hogy beszélsz az állatokhoz. Jó napot, én Mia Jones vagyok. 32 éves? Ránézésesen 32 éves vagy. A Jones 60. Hát, na hát hamarabb. Srácok, nem viszitek el, mit vettem észre. Nézzétek ezt a gyereket oldalt! Ezt tudjátok, hogy ki? Aj, Miáskám, egy picikét meg kell, hogy büntesselek te. Mi a Jonesnak, mi a Jones vagy, de 60 éves vagy, komámasszony. Hát 60 éves vagy. Hölgyem, elnézést, de önt is meg kell, hogy vizsgáljam, és itt volt nála, meg hátra is mi a franc ő az, aki azt mondta, hogy beszél az állatokhoz. Egy kígyót meg egy tenevért akart el átvinni a határon. Oh, maradsz itt, hotta, aztán nem jössz át a Lisztverejsz repülőtére. Kell a felének ennyi kígyó. Jó van, haver, te se viszel magaddal semmit. Hát az nem semmi. Gyorsan áttengedem a határon. A következő, szia, ő az, aki hazudott az életkoráról. Vajon mit visz? Mi van a hátán? Figyeljetek, ha van valami a hátán. Van egy laptopnak tűnik igazából, de fordulj meg, koma, fordulj. Ja, kettő cucc is van nála. Egy ilyen irat akármi, meg itt a zsebében valami. Ja, aha, napkrém, napolaj, meg egy tablet. Hát ezért nem foglak megbüntetni, bocsi. Srácok, kedves velem a hölgy. Szia, te nagyon cuki vagy. Isten, miért dugtál el egy állatot magadnál? Ja, én egy vámpír vagyok, szóval ők a barátaim. Uram, atyám, hát nem lehet nálad ilyen. Nem vagy te vámpír, te elmeháborodott van. Pedig úgy hívják, hogy Barna. Nabás, te is aztán mész egy kicsit pihenni, szerintem inkább jobban jár az emberiség. Azt a kutyás rendőrök vagyunk, figyeljetek már, körbe kell a kutyussal szagolni az illegális drogokat. Hát megőrülök, figyeljetek már, megszagolom ezt a táskát, oké, ez tiszta. Ott van Karcsa Kacsa Gergő, te mit keres itt Karcsát? Úgy tűnik elköltözött egy kicsit, vagy ő is megy nyaralni. Itt te, hát de várjál te. Hát nehogy már, hát ez a börtönből szabadult, az nála nincs semmi. Körbe szimatolok minden, ójjaj, erősödik a jel, és az öreg lánynál meg van valami. Öreg lány.
Mi ez, te valami kémiai labor? Hát ezért le leszel tartóztatva. Dendráv, 37 és Amerikából? Ez inkább 37 és Görögországból. Ez bizony suspicious, ez bizony suspicious. Itt is vagyunk, srácok, le kell, hogy tartóztassuk, bocsánat. És ő Kimberly, 55 éves, Nigériából. Szevasz, kövána, mi a helyzet, öcsém? Chris P. Bacon. Hát az ennevedet mondhatnád, jó, a képe az majdnem megegyezik, de most jó lesz. Uram, atyám, ne legyen nála semmi, őt nem akarom átvizsgálni. Hello, hölgyem! Ön, én úgy látom, nincsen semmi, vagy várjuk csak, hogy az a ruhája, oké? Úgy veszem észre, hogy semmi cusz nincsen nála, őt áttengerem a határon. Köszönjük szépen, hölgyem, és jó utazást! Jaj, hát ez a titkos ügynök, hát ez ki ez a gyerek? Őt át kell, hogy vizsgáljam, ott van valami a mellkasár. Elméleteket csak egy csoki szem. Jaj, megfogtam a hátsóját, miért ennek az úrnak, ezt nem annyira szerettem volna. De az mi egy pénztárca? Hát furcsa hely. Ja, nem, hogy mondta, hogy egy csoki. Hát jó, van, te ezt tovább mehetsz. Hát furcsának tűnt a titkos ügynök, csoki van a hátán, de semmi probléma. A ninja, hát ez szerintem teli lesz, hogy tudtam én, ez teli lesz fegyóval, egy siriken, meg egy, ez mi, hogy ne pisilja be út közbe? Hát megőrülök, itt se akarom fogdasni őt, de minden, egy plusz alsó gatyát húzott magára, haver, hát ne szórakozzon, meg egy kard. Ha szerintem ez nála természetes ez a három összetevő. Ő annyira kemény, hogy még magától is megijed és bepisil. Csomag ellenőrzéknél vagyok a mai nap folyamán, és állatot nem lehet behozni. Jó, hát akkor állatot kell kiszűrni egyedül, hát szerintem egy kacsa lesz, én úgy gondolom, nem egy napszemüveg. Ó, ez fogalm, nem is akarom tudni, hogy mi az a két nagy rút, de mindegy, mehetünk tovább. Állat nem lehet. Az egy törtül. Az egy törtül! Mit csinál ott egy törtül? Aranyos teknős, hát azt a csattant is a bilincs, az egy. Ez egy teknős, én nem raknék bilincset a kezébe, de mindegy, itt egy sapka, ezt is tovább megérjük. Gyönyörű, szép, milyen izék vagyunk, halljátok. Ez egy könyv, téged is áttengerő, gyönyörű. Hát amúgy nagyjából jól viselkednek az emberek, azt kell, hogy mondjam, de az a törtülös, nagyon elkaptuk. A törtült! Megint kutya vagyok, és szagolnom kell. Ó, hölgyem, azért fürödjön már, légy szíves, két naponta minimum. Egyre erősebb a szag. Jaj, a kisgatyás viking nem fürdött már 4 hónapja. Oszta! TNT van nálam, mi a franc? Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem a mai videóban, remélem, hogy élveztétek. Még folytatni fogom tuti ezt a játékot, hiszen valami cefet, jó? Tök sok küldetés van, rengeteg királyság, hogyha kíváncsiak vagytok, hogy mivel ránk még ebben a kalandban, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és találjak kövő videóban. Legyetek jók, császtok, sajtok! Emlékeket meg kell vásárolnom, amit fölveszem a fizetést, csak dől a lé, mint az állat, és ebből nekem bizony vennem kell egy ilyen, egy lakatot. Azt de megéri, veszek egy lakatot. Most már lakatos lettem, gyönyörű. Köszönöm szépen, feloldottam az újabb helyszínt. De menő itt minden is.